Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A székesfehérvári klasszikus zene kedvelői megtapasztalhatták az elmúlt időszakban, hogy az Alba Régia Szimfonikus Zenekar szintet lépett, szárnyal, ha úgy tetszik, számtalan világhírű karmestert és szólistát köszönhettünk, és természetesen jó néhány koncertet is végignézhettünk, élvezhettünk, amelyeket természetesen mi magunk is közvetítettünk. Az elmúlt időszakban viszont egy kicsit megnőtt, én azt gondolom, a sikerek száma, hála Istennek tegyük hozzá, hiszen önök is tapasztalhatták, hogy az elmúlt esztendőben beszámoltunk arról, hogy Stranyák Dávid junior prímadíjas lett, a harsonás emellett jó néhány komoly rangos elismerést tudhat magáénak a szimfonikus zenekar. Most is egy harsonást hívtam meg, érdekes ez a világ, egy olyan harsona művészt, aki az elmúlt időszakban, idestova már 7 éve játszik az Alba Régia Szimfonikus Zenekarnak, most megbízott szólamvezető, emellett zenész a Honvédségnél, természetesen a Magyar Honvédség Központi Zenekarában is játszik, emellett Zeneakadémiára jár, mesterképzésben, az Operett Színház Zenekarában nem különben hallhatjuk a harsonáját, és most pedig Új-Zélandon egy fantasztikus sikert ért el, január 28-ától rendezték meg azt a nemzetközi versenyt, ahol sikerrel járt, tehát Dobi János Mátyás a vendégem. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. No, nagyon röviden fogalmaztam meg, mert azt hiszem, hogy ezek az alapvetések. Viszont az már sokkal inkább fontos nekünk, hogy milyen út vezetett a sikerekig. Kezdjük talán azzal, hogy választottál önmagában hangszert. Hát ez egy kicsit ilyen mesébe ülő mondhatni, és nekem édesanyám zongoratanár, korrepetítor, és ahol ő tanít, ott van egy fúvós zenekar, és amikor én egész kisgyerek voltam, 3-4 éves talán, akkor egy ilyen fúvós zenekari koncerten vettünk részt, hallgattuk, és ott valamiért nekem ez nagyon megtetszett, és akkor kitaláltam, hogy én akkor harsonázni szeretnék. Ezek után elvitt Szegeden Szelezsán István tanár úrhoz, akinél kezdtem harsonázni, és ő ajánlott, hogy pár évet várjunk még, és amint ez a tejfog cserélődés megtörtént az első fogaknál, akkor rögtön el is kezdtem ezt a harsonázást. Igen, és nagyon sikeres voltál, hiszen belástam magam abba a nagyon hosszú sorba, ami a sikereket jelzi, és az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények tanulmányi versenyén már 2008-2009-ben is nyertél egy rangos díjat, Szelezsán István segítségével, tanításával. Ideje korán kiderült, hogy tehetséges vagy? Hát, amikor elkezdtem járni a Szelezsán István tanár úrhoz, akkor hát mondhatni elég könnyedén mentek a dolgok, zeneileg is, technikailag is, és akkor már ő sejtette, hogy ebből valószínűleg lesz valami, és ennek fényében készített fel a jövőre, amit nagyon köszönök neki, természetesen. Édesanyám már régebben is sejtette, hogy valószínűleg van fülem ezekhez a dolgokhoz, mert próbálkozott a zongoratanítással még az óvoda vége felé, de az valahogy engem nem vonzott be. Szóval, de szerintem alapvetően annak is köszönhető ez, hogy tényleg zene közelben voltam egészen születésem óta. Tehát a hangszer az adott volt, viszont hogyan lehet harsonássá válni? Ugye ehhez kell technika, azt nagyon is jól tudjuk. Kell elhivatottság, az természetes, tehetségről már beszéltünk, viszont mindenek felett kell szorgalom is. Ezzel hogy állsz? Ez így van. Szerintem ez egy olyan dolog, amiben természetesen vannak hullámvölgyek, ahogy nő fel az ember, cseperedik, de önmagában egy tehetség nem elég ahhoz, és ezt igazából minél tehetségesebb az ember, szerintem annál nehezebb megértenie, mert annál kevesebb szorgalomra van szüksége egy bizonyos pontig. Viszont amikor eljön egy bizonyos pont, akkor viszont, hogyha nincs mögötte szorgalom, esetleg, hogyha nem unszolják a tanárai, szülei, akkor egy sokkal nagyobb esést tud bemutatni, mint fejlődést, amiből viszont nehéz kimászni. Én szerencsésnek mondhatom magamat ilyen szempontból, mert mindig volt mögöttem valaki, aki ezeket elmondta, és mindig mondta, hogy csináld, csináld, csináld,
nem elég az, ami benned van, mert hogyha csak arra támaszkodsz, az ösztön az egy idő után ki fog fújni, és az alapok nélkül nem fog tovább menni. Tehát az alapok után jött az a mesebeli kurzus, ami ma is tart, hogy a folyamatos fejlődés záloga nyilvánvaló, a sok-sok gyakorlás, és ráadásul olyan pedagógusok, tanárok kísérték végig a pályafutásodat, hogy azt hiszem, hogy így utólag ők büszkék rád, de te is büszke lehetsz arra, hogy sikerült eddig eljutnod. Hiszen a középiskolában, ugye a Vántus Szegedre jártál középiskolában, igen, már ott is, ebben a szakközépiskolában is kitűntél, hiszen remek eredményeket értél el. Igen, ott is dr. Gyűjtsány György tanár úrnál kezdtem, majd Simon Áron tanár úrhoz kerültem át. Sok segítséget kaptam más tanároktól is, természetesen a szüleimtől, édesanyámtól. Egymást segítettük tanszakon belül is, akik azóta a legjobb barátaim, együtt kamaráztunk, és szerintem ez igazából több faktoros, összetett dolog alapvetően ez a fejlődés középiskolán belül is. Egy pillanatig nem volt kétséges, hogy az utad a Zeneművészeti Egyetemre vezet, a Harsona tanszékre? Középiskolától fogva nem. Általános iskolában voltak ilyen esetleges kikacsingatások, hogyha nem, akkor mi, de aztán miután bekerültem a konzervatóriumba, onnantól teljes mértékben a zeneművészeti egyetemek felé vettem az irányt. Egy hangszeres zenésznek a hangszere a társa. Mi a titka a jó harsona művésznek és a jó harsonásnak? Abban az értelemben kérdezem, hogy hogyan tud összenőni egy ilyen hangszerrel egy fiatal? Megmondom őszintén, ez... erre nehéz válaszolni, mert szerintem igazából ez egy olyan dolog, hogy ezt akkor lehet a legjobban átérezni, hogyha az ember benne van. Szóval elmagyarázni nem hiszem, hogy el fogom tudni, de alapvetően van egy olyan közösségünk, ami minden szinten összetart, természetesen vannak széthúzások néha, de alapvetően a rezes társadalmat egy rendkívül nagy összetartás jellemzi. Mit lehet az egyetemen megtanulni? Hőn a Gusztáv, aki egy neves szakember mindenféle értelemben, ő számtalanszor elmondta, hogy kiemelten figyel a tehetségekre, és egyébként zsűrielnök volt a középiskolás versenyeken, emellett a növendékek hangversenyén is mindig, tehát ezeket figyelemmel kíséri. Ő azok közé tartozik, akire kiemelten kell figyelnetek? Mármint milyen értelemben? Abban az értelemben, hogy az ő véleménye azért mindenképpen kiemelten fontos kell, hogy legyen. Persze, ez természetes, hiszen az alapképzést nála végeztem el. Szóval szerintem, hogyha egy diák, még hogyha nem is mindenben, de nagy részben hallgatnia kell a tanárára. Ezt úgy értem, ezt a nem mindenben, hogy egy egyetemen szerintem már... egy diáknak olyan alapokkal kell érkezni a középiskolából, amit igazából már csak csiszolni kell, zeneileg, esetleg technikailag. És kapunk nagyon sok információt, amikből válogatni kell, hiszen két tojás nincs egyforma, nem hogy két ember, szóval két embernek nem lehet mindig ugyanaz a jó. Szóval kapunk támpontokat, kapunk segítséget ahhoz, hogy mi saját magunkat fejlesszük ezáltal. Szóval én annak vagyok híve, hogy maga a tanár nem tudja a diákot fejleszteni, a diák tudja saját magát fejleszteni egy tanár segítségével. Nagyon fontos, amit mondtál. Ugyanakkor az is fontos, egy kicsit beszélünk a hangszerről, hiszen az emberfia nem nagyon ismeri a harsonát, mint hangszert. Tehát te rátaláltál, számodra ez az igazi, milyen a mostani harsonád? Hogy kell ezt váltani, hogy kell elképzelni, amikor hangszert választ egy művész? Hát vannak bizonyos manufaktúrák is, vannak kézzel készült hangszerek, vannak olyan hangszerek is, ugye, amik viszonylag futószalagról jönnek le. Ugye ez azért egyrészt árban is, minőségben egyaránt megmutatkozik. Amin én játszok, az egy úgynevezett Shires harsona. Ez egy mostanra eléggé kinőtt profi hangszer. Én megmondom őszintén, vannak, akik úgy kinéz maguknak egy modellt, és akkor azt úgy megrendeli, és akkor az úgy jó lesz neki. Én ennek nem vagyok híve,
én szeretem próbálgatni, cserélgetni, nagyon sok alkatrészből áll egy ilyen harsona, apró darabokra szét lehet szedni, és meglepő, hogy akár egy csavar mekkora változást tud okozni egy ilyen hangzásban, a magának a hangszernek a rezgésében, vagy akár egy lakkozás, vagy akármi is. Miként választ társat magának, zenész társat az ember fia? Hiszen tudjuk, hogy idestova 8 esztendeje, hogy 2013-ban megalakult a Premier Harsona Kvartett, még Szegeden, és fantasztikus sikereket értektek el. Kieriben, mindenütt. Hogy választottál, hogy választottatok ki, hogy egy kvartett az a négy zenész összetartozzon? Hát ez elsősorban ugye én annak is nagy híve vagyok, hogy jól dolgozni csak jó hangulatban lehet. Szóval, hogyha van mondjuk négy nagyon jó képességű ember, akit összeszabadítanak, viszont összeférhetetlenek, abból eredményes munka nem fog kijönni. Szóval elsősorban mi olyan szempontok alapján választottuk ki az embereket, mert ez kettőnknek jutott eszébe, a Cirok Zoltán barátomnak, meg nekem, és úgy választottuk ki egyrészt, hogy milyen posztra ki lenne jó esetleg, és ezen felül, hogy kivel dolgoznánk szívesen együtt. Ezt értem az alatt, hogy ki az, aki elég simulékony, mert ugye attól valaki nem rossz ember, hogy mással nem tud összeférkőzni. Szóval attól egyikőjük se rossz, vannak olyan emberek, akik nem tudnak egymás közelségében meglenni, ezzel nincsen semmi probléma, attól lehet mind a kettő jó zenész, jó ember, de én úgy érzem, hogy nekünk ez sikerült annak idején. Aztán volt egy tagváltásunk, mert Major Lilla, aki szintén volt itt pár évet a zenekarban, ő anyai örömök elé nézett, és akkor Tóth Márk került be a kvartettünkbe. Miként választ egy részfogós kvartett magának repertoárt? Hiszen ez egy kulcskérdés, azért valljuk meg. Szerencsénk van, mert a Harsona Kvartett irodalom, vagy szerencsénk volt, mert a Harsona Kvartett irodalom egy elég gazdag irodalom, ugyanis egy elég színes palettát tudunk bemutatni, mert ami például, hogy egy Kürt kvártettel vagy Tromita kvártettel szemben a Harsona kvártette egy sokkal jobban felépített kamara együttes, ugyanis van benne egy basszus harsona, tenor harsonák, és hogyha szükséges, akár alt harsonászok, pontosan három különböző hangszeren is tudunk játszani. És ezért erre sokkal nagyobb skálát és egy sokkal homogénebb hangzást tudunk létrehozni, és ezáltal is sokkal nagyobb az irodalma, mint mondjuk akár egy trombita, vagy akármilyen másik rezes összeállítás. Miként lehet felkészülni, hiszen ahogy beszéltünk róla, számtalan sikert értetek el, 2015-16-ban Kieriben, nemzetközi kamarazeneversenyen, majd 2017-ben jött az Immedias Brass, azt hiszem, hogy az egy óriási siker volt. Itt, ez egy ilyen megmérettetésre hogy készültök fel? Egyrészt sok áldozattal járt is, mert azért ez nem úgy működik, mint egy szólóban, hogy önmagának az ember szabadítja az időt, hanem voltak olyanok, amikor egy embernek kellett a többihez igazodni, vagy akár egy emberhez kellett a másik háromnak igazodni. De hát ugye a befektetett munka hozza meg az eredményt, és az áldozatok, és ezt mi sikerrel tudtuk mindig kivitelezni. És egy sima, ugyanolyan próba, gyakorlási folyamat, leülünk akár egyénileg, vagy akár ketten, hárman, amikor csak tudunk, és ugyanúgy részenként, mint egy szólódarabot kigyakoroljuk. Mennyiben jelent egy ilyen siker megerősítést? Ez szerintem függ egy verseny nívójától is, de természetesen minden sikernek körül az ember. Én a jelenlegi helyzetben, amit most élünk, én egy fantasztikus dolognak tartom azt, hogy még most is tudunk elérni sikereket, és szerintem a jelenlegi helyzetben a lehető legfontosabbak ezek a visszaigazolások, ugyanis körülbelül lassan egy éve a négy falnak játszunk, se közönségünk, semmi ilyesmi felépési lehetőségünk nincsen, és ilyenkor sajnos be tud fásulni az ember nagyon, és nem látja azt, hogy mégis hol vezetne ez az egész dolog, és hogy mégis miért csinálom én ezt. Ez volt az indítatása az új-zélandi jelentkezésedre is?
részben. Hát volt egy ilyen indítatása is, igen, mert mindig kell szerintem az ember szem előtt lebegjen egy cél, mert anélkül, benne van a szóban is, céltalanná válunk. De én szeretem karbantartani magamat ilyen szempontból, hiszen ezt már mondtam más interjúkon is, hogy alapvetően szerintem a zenekari játék becsülendő dolog, de nagyon könnyen visszaveteti az embert, hogyha nem fordít magára elég időt. És ezek segítenek, ezek a versenyzések, akár szólóban, akár kamara együttesekkel, hogy egy bizonyos szintet fenntartsunk és fejleszünk. Nézzük akkor a többi stílust, hiszen számtalan helyen játszol, ott a bevezetőben beszéltünk róla, és mind másfajta zenei, nem is képzettséget, de zenei repertoárt igényel. Tehát nyilván kezdjük akkor az Alba Regia Szimfonikus Zenekarnál. Ez egy nagy zenekar, most már önálló szintet lépett, tehát kiemelt minősítéssel rendelkezik. Ez mennyiben más, mint a kvartettben játszani, hiszen itt óhatatlanul is felmerül ez a kérdés. Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a kamarazene egyrészt azért nagyon fontos, mert az készít fel minket erre a nagyzenekari játékra. Ugyanis az, hogy mi halljuk, mi történik körülöttünk, ne csak, mint szokták mondani, süket a csengőt. És én azért mondom, hogy igazából ez egy kamarazene csak felnagyítva, sokkal több emberrel, és ezáltal nagyobb a szórás is igaz, de nem mondanám azt, hogy sokban eltérik a kamarazenéléstől. Tehát nyilván kiegészíti a nagyzenekari repertoára a kamararepertoárt valamelyest, viszont az operett színházat meg kell, hogy magyarázd, mégpedig azért, mert azért az a műfaj teljesen bizonyos értelemben más. Tehát hogy lehet lubickolni az operett zenében? Tudom, hogy az is igényes zene természetesen, de korán sem olyan szimfonikus mű, mint amelyet egy nagy szimfonikus zenekar eljátszik. Persze. Lehet lubickolni benne természetesen. Szoktunk az operett színházba játszani baletteket is, amik azért más műfaj, mint az operett. Természetesen nincs annyi feladatunk az operett színház, mint mondjuk egy szimfonikus zenekarban, mármint mint harsonás, mert más hangszerekre fókuszál inkább ez a műfaj, de már maga az a hangulat, és az egész színháznak a hangulata megéri azt, hogy mi ott legyünk. Tehát ez egy teljesen más millió nyilvánvaló. Teljes mértékben. Mind a kettő. És akkor most beszéljünk a választott hivatásodról. Ugye a Magyar Honvédség központi zenekarában értelemszerűen a katonák játszanak. Tehát hogy választottál hivatást, hogy gondoltad úgy, hiszen a zenei képzettséged nyilván megvan hozzá egyik oldalról, a másik oldalról viszont, ha valaki katonaként szolgál, akkor az a szolgálat csupa nagybetűvel, az mást is megkövetel. Igen, ez én nekem érdekes mód egy hirtelen jött dolog. Engem ősszel kerestek meg a központi zenekarból az egyik harsonás kolléga, hogy lenne egy lehetőség. És hogy gondoljam át, hogyha van esetleg kedvem, akkor várnak szeretettel. Én ezt átgondoltam, és arra jutottam, hogy azzal veszíteni semmiféleképp nem fogok, hogyha megpróbálom. És nem is az, hogy veszítettem, hanem egyelőre úgy érzem, hogy nagyon sokat tudtam ebből profitálni, mert nem régóta vagyok, január óta vagyok szolgálatban, de azóta is olyan pozitív változások jöttek be az életembe, és egy olyan fajta rend alakult ki a katonaság által, amiből rengeteget tudtam profitálni, mint szakmailag, és az életem más területein is. Tehát ott nagyon sokat adott a honvédség, a laktanya, az egyenruha, az a dolog, hiszen most a koronavírus járvány időszakát éljük, és a természetesen más feladataid is vannak, feladataitok is vannak, mint önmagában csak készülni egy-egy koncertre, hangversenyre. Egyébként erről beszélgettem Ruf Tamás barátommal, aki azt mondta, hogy kiemelt felelősséggel bírnak ilyenkor
a fiatalok, tehát azok a katonák, katonazenészek, akik egyébként is szolgálatban vannak. Neked miként telik egy napod most ebben a különleges időszakban? Én nekem valamivel könnyebb a helyzetem, ugyanis én jelenleg nem vagyok kivezényelve, én a laktanyában vagyok minden délelőtt, egy ilyen fertőtlenítő rajnak vagyok a tartalékosa, ami valószínűleg majd változni fog idővel, ugyanis még előttem is sok minden kiképzés és egyéb dolog van, azok majd, hogyha meglesznek, akkor valószínűleg, hogyha még tart, remélem nem fog tartani ez a helyzet, akkor valószínűleg ez meg fog változni, és engem is át fognak vezényelni valahova. Laktanyán belül látunk el feladatokat, segítkezünk, ahol tudunk, hogyha kirendelnek minket valahova, akkor megyünk. Egyelőre ennyi feladatunk van. A többiek viszont a zenekarnak a 98-99%-a viszont kórházakban van, és ott segítkezik. Tehát ez egy újabb emberi lépcső azért, valljuk meg. És szakmailag is nagyon fontos, hiszen itt társra talál az emberfia. És akkor neked nagyon sok társad van ebben az értelemben is. Beszéljünk az akadémiáról. A Zeneakadémiát miért gondoltad úgy, hogy a mesterképzés az előbbre visz? Ez egy nagy kihívás? Én inkább úgy mondanám nagy kihívásnak, hogy viszonylag régóta dolgozok, és sok mindent összeegyeztetni nagy kihívás. Elvégezni a Zeneakadémiát a munka mellett, valamint a munkának eleget tenni a Zeneakadémia mellett. Én úgy vagyok ezzel, hogy minél tovább van az ember kontroll alatt, annál könnyebben fejlődik, és annál többet tud profitálni és fejleszteni magán. Én azért tartom fontosnak ezt a masterképzést, mert itt újra kontroll alá kerülhettem, újra tanárok hallgathatnak, és mondhatják el véleményüket, amiből én leszűrhetem, ami jó nekem, és ami fejleszthet engem. Tehát ez a folyamatos fejlődés záloga bizonyos értelemben. Igen. Amikor a füledbe jutott, hogy lesz egy ilyen online harsona verseny, az első pillanattól kezdve kaptál az alkalmon? Igen, mondhatni most mi minden alkalmat kihasználunk arra, mert igaz, megvannak a hátrányai, de az előnye is ennek az online versenyzésnek, hiszen hogyha ez most Új-Zélandon lett volna megrendezve, akkor az elég nagy problémával járt volna, mert ugye el kellett volna szabaduljak rögtön 4 helyről, emellett ki kellett volna utazzak Új-Zélandra, befektetni bele rengeteg anyagi forrást, arról nem is beszélve, hogy ezeket mi itthon meg tudjuk csinálni, és egyszerre több versenyen is tudunk így részt venni. Szóval amikor csak lehet, ezeken az alkalmakon mindig próbálunk részt venni. Miként választottál magadnak darabot, hiszen volt egy kötelező, az rendben van. Általában az jellemző az a darab, amit te választottál, hiszen egy amerikai zeneszerző, Brian Lynn darabját. Annyira nem jellemző, mert ez egy eléggé komplikált darab, és hosszú, nem nagyon szokták játszani. Jó, természetesen játszották már, nem azt mondom, de kevesen szokták bevállalni ezt a darabot. Én megmondom őszintén, én azért vállaltam be, mert nekem ez így, úgy szoktuk mondani, hogy fekszik ez a fajta stílus, amiben ez a darab íródott. Ez az amerikai fúvás forma. Én szintisztán ezért választottam ezt a darabot. Mit szóltak a társaid, a családod a sikerhez? Örültek nagyon, ők is meglepődtek, én is meglepődtem, mert ugye egy ilyen online versenyen nem lehet tudni, hogy ki adja be, mit játszik, hogy játsza éppen azt, mint mondjuk élőben meg tudjuk egymást hallgatni. Azt éreztem, és dr. Gyűjtsány György tanár úr is mondta, hogy ezek jók, ezek a felvételek. Azt viszont nem sejtettem, hogy ez mégis mire lesz elég, mert tényleg rengetegen vagyunk ezen a bolygón, és mindenki, nagyon-nagyon sokan tudnak nagyon jól harsonázni. De először tényleg meglepődtem, aztán viszont nagyon nagy örömmel fogadta mindenki ezt a sikert, és az még jobban esett, hogy nagyon sokan büszkék rám emiatt. Nos, hát a búcsunk előtt most
Nézzünk meg egy rövid részt egy darabból tőled. Hát ez egy részlet volt, hogy tetszettél magadnak? Megmondom őszintén, régen hallottam már, ezt régebben vettem fel ezt a darabot, és megmondom őszintén, hogy már most máshogy játszanám. De még mindig beverem vállalni. Nekünk tetszett, megnyugtatlak. És köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket, és gratulálok még egyszer minden fehérvári zenerajongó nevében. Bízom benne, hogy lassan elmúlnak ezek a Covid gerjesztette sötét felhők az életünk felől, és akkor ismét találkozhatunk élőben. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetést látták. Vendégem Dobi János Mátyás volt, aki nemrégiben egy fantasztikus sikert ért el egy új-zélandi harsona versenyen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!